szemetes zsák és kesztyű. Csupán ennyi elég szükséges ahhoz, hogy tegyünk valamit környezetünkért. A Kossuth Lajos gimnázium tanulói még korábban rendeztek egy szemétgyűjtő akciót, a Szepsi Lackó Máté tagintézmény diákjai pedig a Szárhegyi Kálvárián szedték össze a szétdobált hulladékot. A Trefort Ágoston tagintézmény tanulói pedig a magas egy lábától indulva takarítottak. Zsákokba rakták az üdítős flakonokat, édességes papírokat és minden az út szélén, az erdőben és árokban fellelhető szemetet. Napjainkban is, meg úgy általában is nagyon fontos a környezetvédelem. Nagyon felháborítónak tartjuk a mai emberek gondolkodását és felfogását, ahogy mindenhol szemetelnek, amerre járnak. Megpróbálnánk ezen változtatni, felhívni rá a figyelmet. A hulladék szüretet évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szervezik meg. A szemétszedés hozzátartozik az iskola környezettudatos neveléséhez. A pedagógusok szerint azonban fontos, hogy a gyerekek ne csak ilyenkor törődjenek környezetük tisztaságával, hanem a mindennapokban is odafigyeljenek arra, hogy megőrizzék szűkebb és tágabb életterük tisztaságát. Szoktam odafigyelni, ha például az utcán megyek és meglátok egy szemetet akármit, akkor a közelbbi kukához úgy is kiviszem, mert azért csak fontos a környezetvédelem, mert legyen szemetes a utcák meg a természet. A két kedvelt turistaút most ismét megtisztult. A takarításra nagy szükség volt már. A diákok a szemétszüret során egy-egy útvonalon több zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze.